Az előző kiírás bronzérmese, az MTK, az újonc Honvédot fogadta a Simple Liga második fordulójában. A két tradicionális klub női szakosztályának múltját tekintve az esélyek egyértelműen az MTK mellett szóltak. A felkészülések mindig nagyon nehezek, nagyon meleg volt, de az összes többi csapatnak is ugyanezek a körülmények voltak meg. Én azt gondolom, hogy nagyon jó edzőmeccseket játszottunk, és remélem, hogy ezt a szezonban is ki tudjuk hozni magunkba. Azzal a céllal léptünk pályára, hogy megnehezítsük az MTK dolgát. Meg akartuk mutatni mindenkinek, hogy milyen játékstílust képviselünk, és hogy nem félünk támadni egy esélyesebb csapat ellen. Már a mérkőzés legelejétől kezdve többet birtokolta a labdát, és bátrabban focizott a kékmezes MTK. Igaz, a hazai fölény csak 20 perc után érett góllá. Ráadásul nem is egy kidolgozott akció végén, hanem egy egyéni villanásnak köszönhetően talált be a házigazda. Méghozzá Siklér Kinga 30 méterről óriási lökettel a léc alá bombázott. Melania Pasár kapus tehetetlen volt. A forduló egyik, hanem a legszebb gólja volt Sikléré. A 27. percben Murár Viktória is megdolgoztatta Pasárt, azonban a hálóőr kiütötte a távoli lövést. Egy perccel később viszont ismét a hálóból szedte ki a labdát a Honvéd kapusa, ugyanis egy kis szögletet követően Vágó Fanni pörgetett szépen a hosszú sarokba. 2-0. Teljesen maximálisan készültünk erre a mérkőzésre is, ahogy az összes többire. Az eleje egy kicsit döcögős volt, de aztán felvettük a ritmusunkat, és jöttek a gólok is, illetve a helyzetek. Úgy érzem, hogy az első fél időnek a 15-20 perce az szerintem remekül ment. Utána elfáradtunk, kicsit fejben összeestünk, mondhatom. Próbáltuk így kondiban tartani magunkat, és fenntartani a mérkőzésnek a folyamatosságát, de úgy érzem, hogy az első félidő végére egy kicsit elfogytunk. Lendületben maradt az MTK, amely több gólt is rúghatott volna még a félidő előtt. Siklér kétszer is helyzetbe került, azonban előbb a kapus kezei közé lőtte a labdát. Majd nem sokkal később mellé fejelte azt. Az első fél időben az előző meccsen alkalmazott játékrendszerbe játszottunk, ez nem annyira ült, gyorsan váltottunk, akkor már jobban tudtunk támadásokat építeni. Az első fél időben, az első 15-20 percben azt gondolom, hogy jól is játszottunk, helyzeteink is voltak, talán az első lövés még a miénk is volt. Aztán kaptunk egy gólt, egy picit talán ez megfogott minket, rákaptuk a másodikat. Második fél időre pedig úgy jöttünk ki, hogy 0-0 az állás, új meccs kezdődik, és hogy mindenkinek oda kell tennie a maximumot a pályára azért, hogy elérjünk valamit. A fél időben többet is cserélt Makrai László, érkezett a 20 éves Mészáros Cecília, aki később főszereplő lett. A 66. percben Vágó Fanni ugratta ki Mészárost, a fiatal játékos pedig a kapu jobb oldalába lőtt. Ezzel már 3-0 volt az állás az MTK javára. Alig telt el pár perc, és ismét Mészáros volt eredményes. A hazaiak 18-asa ezúttal egy védelmi hibát használt ki, a röviden hazagurított labdára lecsapott, kicselezte a kapust, és a hálóba gurított. A 75. percben hasonló történt a túloldalon is, annyi különbséggel, hogy ebből az akcióból nem született gól. Az MTK kapusa passzolt rosszul csapattársának, azonban Varga Luca javítva hibáját, kivédte Jocelyn Matos közeli lövését. A 79. percben Mészáros megszerezte saját maga harmadik, míg csapata ötödik találatát. A 20 éves játékos második szándékból ballal lőtt a jobb felső sarokba a kapufa segítségével. Ezt követően már nem volt kérdés, hogy kit választanak a mérkőzés legjobbjának, az MTK pedig érvényesítve a papírformát 5-0-ra győzött, esélyt sem adva a Honvédnak. Sikerült szerencsére mai nap 3 gólt szereznem. Vágó Fannitól kaptam egy indítást az első gólnál. A másodiknál a kapus megtámadtam, róla kipattant és üres kapura találtam be, illetve a harmadikat László Hannitól kaptam egy visszagurítást. Először sikerült blokkolni, de aztán betaláltam szerencsére.
A második fél időben szerintem nagyon jól mentünk, kijött a fáradtság, előjöttek a hibák, amikből megszülettek a további gólok. Az eredményt sajnálom egy kicsit, viszont a második fél idő miatt abszolút büszke vagyok a csapatra, mert azt gondolom, hogy hétről hétre megmutatjuk, és egyre inkább meg fogjuk mutatni, hogy van helyünk ebbe az osztályba. Összességében meg vagyok elégedve a mai eredménnyel. A játékban vannak hiányérzeteim picit, itt a több labdabirtoklásra gondolok, szerkezetet is váltottunk, az egyik az kevésbé működött, mint a másik. Egy kicsit abban is azt éreztem, hogy kicsit bizonytalanok vagyunk. Összességében még a játékra, amit kicsit csiszolni kell, de úgy gondolom most rúgtunk itthon 5 gólt egy nagyon szervezett kis lelkes csapatnak. Ha bár kikaptunk 5-0-ra az MTK-tól és ez önmagában elszomorít minket, azonban rengeteg jó dolgot láttam a játékosaimtól, ezekre pedig tudunk építeni a jövőben. Az első fél időben volt átlövés gólunk, volt begyakorolt szituációból gólunk, volt letámadásból gólunk, úgyhogy így kereken összefoglaltuk a mérkőzést, de így is maradt nagyon sok kihasználatlan helyzetünk. A Simple Liga harmadik fordulójában az MTK a másik újonccal, a Péccsel találkozik majd idegenben. A Honvéd pedig két vereséget követően az Astrát fogadja Kispesten.